Szomorú, apropó a következő beszélgetésünknek a témája, sajnos több szempontból is szomorú. Bári György a vendégem, testnevelő tanár a Szinyei Mersepár Gimnáziumból. Tisztelettel köszöntök, tanár úr! Jó napot kívánok! Egy évvel ezelőtt itt elbúcsúztunk egymástól, mondván, hogy elkezdi a boldog, szabadságos időket. Igen. Mi szerint nyugdíjba megy, testnevelési munkaközösség munkájában is részt vett. Akkor is ugye arról beszélgettünk, hogy... Biztos, hogy dolgozik tovább, hiszen egy fest fiatal ember az nem fogja abba hagyni a munkát, Köszönöm. de nem gondolta, hogy ennyire e, gyorsan aktivizálnia kell magát. E, a szinyei Gimnázium tragédiájáról mindenki hallott, ezt is érinteni fogjuk a mai nap folyamán. E, viszont a másik apropó az, hogy egy kollégát elvesztettünk, most Rigó Imrét. Rigó Imrét, aki itt élt közöttünk hosszú éveken keresztül, mint testnevelő tanár először beszélgessünk egy picit róla. Milyen ember volt, hogyan dolgozott, milyen kollega volt? Imre, hát nehéz megszólalni ezek után a tragédiák után, de emlékeim vannak az Imrélre. Ugye mi együtt voltunk katonák, egyszerre felvételeztünk a TF-re, együtt végeztük el, és aztán 20 25 éven keresztül együtt dolgoztunk, amióta én a szényeiben voltam 1990-től, azóta együtt csináltuk, a, szerveztük a Terézváros diák sportját, kerületi versenyeket. Imre nagyon lelkesen, nagyon lelkesen, és a, a, amikor már nem testnevelőként, hanem vezetőként, sportszervezőként, sportvezetőként dolgozott, ugye ő volt először a sportfelügyelőség vezetője, aztán később szabadidő közalapítvány titkára, és utána pedig az 5-10 emberül a, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Profit Zrt-nek a munkatársa. Hát minden, hogy foglalkozott végig ugye sporttal. Testnevelő kollégákkal, kerületi kollégákkal, budapesti kollégákkal nagyon jó kapcsolatot alakított ki. Nagyon sokat segítette őket, és hát ezzel a közös munka alatt, hát én ugye régebben is ismertem, de még inkább ezen keresztül tudtam megismerni. Hát csak azt mondhatom, hogy nagy vesztesség, hogy kikerült a, a sportból, és hát aztán még nagyobb vesztesség, hogy elment közülünk. Halálának oka, vajon mi lehetett? Hát én nem tudom, talán. Ugye amikor elment nyugdíjba, akkor ö, felhagyott minden egyéb tevékenységgel. Tehát ő úgy gondolta, hogy akkor, akkor el lesz ő, egyedül, szűk baráti körrel. Egy picit befelé fordult, aztán még jobban befelé fordult, és hát ö, lehet, hogy, hogy ez ö, váltotta ki azt, Mennyi, ami. Mennyire érdekes, hogy az emberek várják, hogy elérik a nyugdíjkorhatárt? Azt mondják, mindent fogok csinálni, végre szabadon élhetek, és aztán nagyon sokan, pláne a férfiak közül nagyon sokan nagyon gyorsan eltávoznak. Lehetséges, hogy pont az aktív élet hiánya, az aktív sport hiánya egy testnevelő tanárnál ilyenfajta változást hoz hirtelen? Hát elképzelhető, ez nem csak testnevelő tanárnál fordulhat elő. De én, én el tudom képzelni, itt ismerve az ő hogy hogy ez nála egy komoly törést okozhatott, és nem tudta igazából, én azt hiszem, nem tudta ezt feldolgozni. Bár sokat beszélgettünk, és hát nem csak én, hanem mások is mondták, hogy hát lehet aktív élet az embernek a nyugdíjba vonulás után hát mondjuk a magamét mondom, hogy mindig megtaláltam azt, hogyha el kellett, el kellett menni edzeni, vagy, vagy sportversenyeket szervezni, mérkőzést vezetni, amennyiben szükség volt rá persze. Akkor, akkor az ember készen állt és szívesen csinálta, de, de szívesen a én reggel is, amikor nem kellett fölkelni, hogy menjek az iskolába tanítani. Most őnála, bocsánat, őnála úgy látszik, hogy nem volt meg ez a belső indítatás. Sok minden fűződik Rigó Imre nevéhez itt a kerületi sportélet szervezésében, és azért tudjuk, hogy ez nem volt mindig egyszerű, hiszen Terézváros nem bővelkedik sportlétesítményekben. E, hogyan és akkor így a, tényleg a testnevelési munka közösség, vagy a testnevelő tanárok, és az emberő lényre is, ugyan találták meg azokat a teréseket, hogy mégis meg lehessen mozgatni a kerületi gyerekeket? E, hát ez így igaz, hogy sportcentrumon önálló nem volt eddig. Most már mondhatom így, szerencsére, hogy eddig, mert decembertől van egy sportpont néven működő sportközpont, amit az iskolák ki tudnak használni, ki is használnak egyre inkább, és hát majd nyilván a lakosság is. Mindig megtaláltuk azokat a lehetőségeket, amik a, a kerületen kívül, kerület közelében megvoltak. Ugye itt volt a Városliget, tehát tavaszi őszi időszakban, és télen, ha jó volt az idő, akkor rendszeresen ott tartottuk versenyeket, futóversenyt. Itt az a történelmi váltófutás? A történelmi váltófutás, igen, ez egy budapesti verseny volt, hogy ott volt a befutója hosszú éveken keresztül. Tavaly kivételesen a várba helyezték át, az is egy jó környék, és valószínűleg ott is lesz, de de az egyéb testnevelési órákat más programokat, és a, a kerületi iskolák aktivitásának köszönhető, és ezért külön köszönet mindig a, a tantestületnek, testületnek, illetve a vezetőknek, igazgatóknak, hogy lehetőséget biztosítottak, hogy a különböző versenyeket ott rendezzük meg ezekben a tornatermekben. Hát főleg a, a, azokban az iskolákban, ahol igazán jobb volt a létesítmény de ahol nem volt olyan, tehát kisebb lehetőségeik voltak, kevesebb, de ott is olyan versenyeket vállaltak be, kerületi döntőket, amit ők meg tudtak rendezni. Ezekben a versenyekben, például meg a jégkarneválban, történelmi váltofutásban Rigó Imre aktívan, aktívan részt vett, és ott volt mindig. Én úgy emlékszem rá, hogy neki mindig volt egy ilyen kis huncut mosoly a szemében. Valóban ilyen ember volt egyébként? Igen, de ez, én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen keserítes mosoly uh -huh. volt, és az tény, hogy ott volt mindig a munka közepében, tehát lelkesen vitte a dolgokat, akár az említett fővárosi versenyekben, és hát nem csak ott voltak egyéb, nagyon jó kapcsolatot tartott a Budapesti Tornoszövetséggel, tagja volt a Budapesti Diászport szövetségnek elnökségének, és ezen keresztül számos budapesti rendezvénynek is a részese lehetett. Azt gondolom, hogy mindazok, akik részt vettek azokon az eseményeken, tanítványai voltak, munkatársai voltak, meg fogják őrizni jó emlékezetükben, és egyszer úgy emlékeznek majd vissza rá, hogy egy ember, aki segített abban, hogy én egészséges lehessek. És akkor a másik szomorú apropóról is beszéljünk pár gondolatot, hiszen hogyha már testnevelőkről beszélünk, akkor ugye egy évvel ezelőtt, amikor elköszönt, akkor nem gondolt, hogy ilyen gyorsan vissza kell tanítani a helyszínre, a színjeim, mert se hogyan uh, sikerült az első testnevelés órát megtartani? Uh, hát bizonyára ismerik a hírekből uh, mindenki, hogy kint volt jó néhány uh, uh, pszichológus, akik segítettek a, a, átvészelni ezeket az időszakokat. Hát eleinte, ugye, beszélgetésekkel, uh, igazából. Uh, nem lehetett hirtelen nekiugrani a, a munkának, hanem kellett egy olyan átvezetés, amikor még azért mentünk, meglátogattuk a Sportpont Centrumot, kimentünk a Vizes Világbajnokság gott bemutató helyszínre, a Dunaparton van egy konténer, ahol ezt bemutatták, tehát próbáltunk ilyen átmeneti dolgokat is de emellett a mozgás is volt. Tehát mindig, mindig volt, bocsánat, mindig volt valami program, amivel ezt színesítettük, és aztán egyre inkább könnyebb volt, fölvették a ritmust, jobban lehetett dolgozni a gyerekekkel, akkor igazából fennakadás nem volt. Elhunyt, illetve beteg a helyére kellett beállni. Hogyan oldották ezt meg? A gyerekek hogyan köszöntötték Önt? Hát az a helyzet, hogy mivel én kerületi sportban benne voltam vagyok, ezért engem már látásból ismertek. Akár a kerületi versenyekről, akár elég sokat jártam be a színeibe. Hát volt már nem találkoztam, tehát akit én is tanítottam, Aha. hanem csupa újjal. hát eleinte úgy, úgy néztek. Nem mondom, hogy bizalmatlanul, hanem úgy, én úgy gondolom, hogy, hogy elfogadtak. Tehát nem, nekem nem volt furcsa, csak egy picit visszaállni, ugye, hogy reggel indul a, úgy indul megint a Verkli, ahogy korábban indult, első óra, második óra és így tovább de igazából ö, a nagy ö, problémát nem okozott. Ö, még egy kérdés is a végére. Hogyan tovább az ön életében, hiszen most hamarosan véget ér a tanév, hát, illetve fél évnél vagyunk, tehát azért annyira nem hamarosan, de gondolom, hogy ezt az évet végig fogja csinálni. Aktív marad újra, vagy folytatja, vagy pedig, ö, vagy pedig ez a fél év ez a lesz? Én azt remélem, hogy az a kollega, akinek a helyén most én tíz órában dolgozom, mi hamarabb felépül. Erre van nagy esély egyébként, szerencsére. Egy műtéten kell még egy fül műtéten keresztül esnie, és akkor úgy tűnik, hogy teljesen rendbe tud jönni. És akkor, hát ebben a fél évben valószínűleg ő már nem fog tanítani, de úgy gondolom, remélem, hogy azért bejön az iskolába, meglátogat minket már volt is egyébként egyszer, és, de azt követően én leteszem a, ezt a lantot. Amennyiben szükség lesz rám, akkor a kerületi sportszervezésével tovább is foglalkozni fogok, de, de hát szóval így 67-ben én úgy gondolom, hogy szarám a pihenés. Reméljük, hogy lesz le lehetőség. Köszönöm szépen. Hogy én is volt. köszönöm szépen.